Egy nagyon kicsi hegedű muzsika után szeretném nektek megmutatni ezt a hangszert. Ő itt a hegedű. A vonós hangszerek családjában ő a legkisebb hangszer, és ő adja ki a legmagasabb hangot is. Ehhez van egy kis segítségünk, ez a pálca. Látjátok, ezen a pálcán van egy kis fehér rész is. Ez a fehér rész, ez a lónak a farkának a szőre, ez segít megszólaltatni a hegedűn ezeket a húrokat. Egy nagyon picit megmutattam nektek, hogy külön hogyan szól ez a hegedű, jó? Szeretném bemutatni nektek ezt a hangszert, a tárogatót, ami egy magyar hangszer, a elődje a török síp, abból újították, már a hungarikum lett. Fából készül, és több darabból áll, szétszedhető. Erről a hangszerről joggal gondolhatnátok, hogy ez is egy hegedű, de ez a hegedűnek a nagy tesója, és úgy hívják, hogy brácsa. Ennek ugyanúgy négy húrja van, csak egy kicsit mélyebben szól, kicsit vastagabbak a húrja, és egy kicsit nagyobb a hangszer. Ezt a hangszert a mostani zenében mi arra használjuk, hogy a dallamot, amit a hegedű játszik, szépítsük. Meg is mutatom nektek, hogy miként alkalmazzuk. Szeretném nektek bemutatni a családunk legnagyobb tagját is, a nagybőgőt. Mint látjátok, ez a hangszer még magasabb is, mint én vagyok. Hát a méretéhez képest, ugye ő is a legfontosabb a zenében, mert ő adja az alaphangokat, a legmélyebb hangokat. Képzeljétek el, hogy van egy fehér lap, amire a hegedű a dallammal rajzol fekete ceruzával, amit a bőgő és a brácsa kiszínez. Ezt a kis színt szeretném most nektek a hanggal is megmutatni, hogy hogy szól ez a bőgő. Sziasztok, gyerekek! Ma egy jásagi nótát fogunk megtanulni. Először éneklem a zenekarral, aztán majd szépen lassan soronként megtanuljuk. Piros alma, terem minden ágon, de ilyen szép kis
kislány nincs több a világon. Pici piros alma terem minden ágon, de ilyen szép kislány nincs több a világon. Na nézzük soronként. Az első sor. Ez az én szeretőm, ez a pici barna, és most jöttök. Ez az én szeretőm, ez a pici barna. A tiéteket is én éneklem, ugye, mert most ez a helyzet van. Olyan az orcája, mint a piros alma. Olyan az orcája, mint a piros alma. Pici piros alma, terem minden ágon. Pici piros alma, terem minden ágon. De ilyen szép kislány nincs több a világon. De ilyen szép kislány nincs több a világon. Most nézzük két soronként. Ez az én szeretőm, ez a pici barna. Olyan az orcája, mint a piros alma. Most jöttök. Ez az én szeretőm, ez a pici barna. Olyan az orcája, mint a piros alma. Pici piros alma, terem minden ágon, de ilyen szép kislány nincs több a világon. És most jöttök. Pici piros alma, terem minden ágon, de ilyen szép kislány nincs több a világon. És most próbáljuk meg zenekarra, úgy könnyebb. Ez az én szeretőm, ez a pici barna, olyan az orcája, mint a piros alma. Pici piros alma, terem minden ágon, de ilyen szép kislány nincs több a világon. Pici piros alma, terem minden ágon, de ilyen szép kislány nincs több a világon. Ugye milyen könnyű volt a zenekarral? Nagyon ügyesek vagytok. Sziasztok! Szervusztok, gyerekek! Egy kis játékra hívlak benneteket, nagyon fontos eszköz a táncba és a játékokba a kendő, úgyhogy ma néhány egyszerű, de mulatságos és szórakoztató, ám de fejlesztő játékot fogunk együtt játszani, jó? Az első teljesen egyszerű lesz, kérjétek meg légy szíves a tanárnénit, anyukát, apukát, kiskutyát, macskát, hogy szerezzen be nektek egy ilyen kis négyzet alakú kis kendőt. Ez nem olyan nagyon nehéz, bármiből ki lehet vágni, jó? Majd legyetek szívesek, fogjátok mondjuk a jobb kezetekbe, én is a jobb kezembe fogom, ilyenkor a jobb kezem van, és hogyha megfordulok is a jobb kezem van, csak nektek pont a másikba lesz, de ez ne zavarjon meg benneteket, mert ez is egy nehezítő feladat.
tök egyszerű lesz, amikor azt mondom, hogy tedd fel a jobb kezedet, akkor te felteszed a jobb kezedet, ha azt mondom, hogy tedd le a jobb kezedet, akkor leteszed a jobb kezedet. Ha azt mondom, tedd fel a bal kezed, felteszed a bal kezed, hogyha mondom, hogy tedd le, akkor leteszed a bal kezed. Jó, csak az lesz a trükk benne, hogy én néha egy kicsit úgymond viccelődve, lehet, hogy olyan feladatokat fogok kérni, amik egyébként már létező dolog, tehát felemelted a jobb kezed, és én újra azt fogom neked mondani, hogy tedd fel a jobb kezed, de hát az már fent van. Az azt jelenti, hogy ha te emelted a bal kezedet, akkor elrontottad, és akkor nekem jár egy pont. Jó? Na, próbáljuk ki. Teljesen egyszerű a dolog, és már kezdem is. Mehet? Nagyon jó. Tedd fel a jobb kezed. Tedd le a jobb kezed. Tedd fel a bal kezed. Tedd fel a bal kezed. Ha most letetted, akkor az nem jó, fönt kellett maradnia. Tedd le a balt. Tedd fel mind a kettőt. Tedd le a jobbot. Tedd le a balt. Tedd fel a balt. Tedd le a jobbot. Remélem van, aki elrontotta, mert akkor már 2 pontom van nekem. Akinek sikerült, annak meg már 12. Tedd le a jobb kezed. Azaz, nagyon jó. Aki nem tette le, az ügyes volt. Aki letette, az is ügyes volt, csak nem annyira. Tedd fel a jobb kezed. Tedd le mind a kettőt. Tedd le mind a kettőt. Tedd fel a balt. Tedd le a jobbot. Azaz, tedd le a balt. Tedd fel a jobbot, tedd le a jobbot, tedd fel a balt, tedd le mind a kettőt, tedd le a jobbot. Remélem valaki beugrott ennek is, és ezt a kis játékot ezt egészen addig lehet játszani, amíg egyrészt meg nem unjátok, vagy akár versenyre is lehet, hogy ki az, aki legtovább bírja ilyenkor, a tanítónéni vagy anya otthon, apa figyeli, hogy ki az, aki ront, és amikor ront, akkor lehet egy ilyet csinálni, hogy te leszel a karbantartó, és akkor ő kiesett, és megnézzük, hogy az utolsó 3 ki lett, mert utolsó 3 az mindig egy dobogós helyezést ért el. Jó? Bármikor lehet játszani, és bárkivel nagyon jó kiszórakoztató játék. És hogyha már a kezünkben van a kendő, és itt van mögöttünk egy fantasztikus zenekar, akkor tanulunk ehhez a kendőhöz egy jó kis éneket, és egy hozzátartozó versenyzős táncot is. Úgy hívják ezt az egészet, hogy sudridom. Jó, ez egy eszközös, ügyességi játék, remélem, hogy tetszeni fog nektek, én nagyon szeretem. Egyszer hallgassuk meg a zenekar előadásában, egyszer játssz el a zenekar nekünk ezt a dallamot, jó? Köszönöm szépen! Aki nagyon figyelt és ügyesen figyelt, az észrevehette, hogy ezek nem ugyanolyan hosszú sorokba állnak. Van 2 rövid sorunk, és mindegyik sornak a végén, ha figyeltétek, akkor én már megrengettem ott fönt a zsebkendőt, azzal is mutatva, hogy nem ejtettem el, tehát megvan, a kezembe maradt a zsebkendő. És utána van egy dupla olyan hosszúságú sor, aminek a végén megint meg kell rengetni a zsebkendőt, és aki ügyes, az ott a végén mindig bele is mondja, hogy sudridom. Egyszer így is próbáljuk meg, csak egyszer, jó? 1, 2, há, és... Sudridom! 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 Szuper! Na, ez a lényeg! Ott fönt mindig meg kell mutatni a zsebkendőt. Most én egyszer elmondom a szövegét ennek, és akkor ott lehet utána mondani, jó? Biztos fogom is hallani. Tehát az a szövege neki, hogy én az éjjel álmomban sudridom. Ti most jöttök, hogy... Én az éjjel álmomban sudridom. Leányt láttam járomban, sudridom. Igen? Leányt láttam járomban, sudridom. Sej, haj, sirkeljáró, sarkonjáró, sári, mári, sudridom. Sirkeljáró, sarkonjáró, sári, mári, sudridom. Szuperek vagytok, szerintem meg is tanulták a dalomat meg a szöveget, igaz? Hát akkor próbáljuk meg egybe elénekelni, jó? Egy kicsit kijebb vonulok. Egyszer elénekeljük együtt a zenekarral. 1, 2, há, és... Én az éjjel álmomban sudridom, leányt láttam járomban sudridom, sej, haj, sirkejáró, sarkonjáró, sári-mári sudridom. Szuper! Na, akkor az ígért játék hozzá. Nagyon fontos, hogy jobb kézbe fogjuk először a kendőt. A másik fontos, hogy egy pici terpeszt csinálunk a lábunkkal. És most varázsolni fogunk még hozzá 8-asokat, jó? Van a testemnek az első fele, meg van a hátulsó fele. Testemnek az előső felén először is elindítom a kendőt, és a bal kezembe hátul átveszem, aztán bal kézzel hátul átveszem, és megmutatom, hogy megvan a kendő. Tehát átteszem jobb kézből a balba, aztán bal kézzel előről a jobba,
és megmutatom, hogy fönt van a kendő, oké? Ez egyszer ilyen szépen kicsit lassan csináljuk, csak két negyedekre. Egy, kettő, három, és... Sudrédom, leányt láttam járomban, sudrédom, sej, haj, csirkejáró, sarkoljáró, sári-mári, sudrédom. Szuper voltam, nem ejtettem el a kendőt. Köszönöm a tapsot, remek. Akkor most próbáljuk meg ezt úgy megcsinálni, hogy minden negyedre rakjuk a kendőt, jó? Tehát nem az lesz, hogy egy, két, há, négy, hanem egy, két, há, négy, jó? Kicsit lassítunk a tempó, hogy Zoli bácsi is meg tudja csinálni. Egy, két, há, és... Én az éjjel álmomban sudrédom, leányt láttam járomban, sudrédom, sej, haj, sirkejáró, sarkoljáró, sári-mári, sudrédom. Na, nem ejtettem el a kendőt, akkor ez így szuperül működik. Amit még tudunk ezzel csinálni, kicsit egyszerűsítjük, amikor már nagyon-nagyon gyors a zene, akkor meg is emelhetjük a lábunkat hozzá, és ott adjuk át a kendőt, jó? Gyors zenére persze már nehéz, de ennek az volt a lényege, hogy melyik az a legény, aki leges-leges legtovább bírja ezt a táncot, illetve a játékot. Jó? Úgyhogy most azt szeretném kérni, hogy kezdjük lassan, és aztán egy picit mindig gyorsítjuk föl. Jó? Na! Egy, a kettő, három, és... Sudrédom, egyébként, hej-ho-ho, sudrédom, sej-haj, sirkejáró, sarkoljáró, sári-mári, sudrédom, hopp! Hoppá! Köszönöm szépen a zenekarnak. Na, erre lehet egy jót versenyezni a legényeknek, jó? Na, folytassuk egy kicsit mozgalmasabb játékkal. Most mindenkinek legyen egy ilyen kendője, és az egy darab kendőt leterítjük így magunk elé, egy kicsit tudatosítjuk magunkba azt, hogy milyen irányok vannak, jó? Ezért beleállunk a kis kendőnkbe. Lesz egy előttem, egy mögöttem, egy jobbra, egy balra. Ez a négy irány lesz, jó? Itt állunk középen, ez meg az alapirány. És akkor mondjuk beszéljük meg azt együtt, hogy mi legyen a sorrend, hogy melyik irányokba fogunk ugrani. Most először próbáljuk az legegyszerűbbet, hogy kiugrunk előre, vissza alapba, jobbra, vissza, hátra, vissza, balra, vissza. Szerintem nem bonyolult, próbáljuk meg egyszer, jó? Megkérjük a csodálatos zenekarunkat, hogy egy kis ugrost muzsikáljanak nekünk, jó? Egy, kettő, három, és... Köszönjük! Szuper! Ez mindenkinek ment, nyilvánvalóan, nem annyira bonyolult. Jó? Na most próbáljuk meg azt, hogy kicsit megbonyolítjuk. Mondjuk legyen az, hogy előre, balra, jobbra, hátra. És mindegyik irányból természetesen mindig vissza kell ugrani a kiindulási pontba. És ami nagyon fontos lenne az az, hogy ezek az ugrások, ezek páros lábon történjenek, és nyugodtan rugozzál bele, hogy itt a kis agyad az ne sokat remegjen, hanem inkább csillapítsd le az ugrásokat, jó? Tehát az volt, hogy előre, balra, jobbra és hátra, és visszaérkezünk, jó? Egy, két, há, és... Köszönöm szépen, szuper! Ebben az a legjobb, hogy ezt bármilyen féleképpen meg lehet variálni, jó? Javaslom, hogy ti is variáljátok meg, találjatok ki saját magatoknak, vagy a tanárnéni, óvónéni pedig találjon ki nektek olyat, ami nagyon bonyolult, és nem tudjátok megcsinálni, mert akkor lesz izgalmas, és akkor fejlődsz sokat. És sokat kell ugrálni, táncolni, ahhoz, hogy az embernek jó kedve legyen. Jó? Na, remek! Folytatjuk a következő játékkal. És akkor most varázsoljunk ide egy csodálatos csigát. Látjátok? És ide varázsolódott egy csodálatosan szép csigaforma. Ugye a csigából több is van, többféle, nem mindegyik teljesen egyforma, így befelé tekeredik, hanem valami egy kicsit laposabb, el van nyújtva, nekünk most egy ilyen nyújtott csigánk lett, jó? Nagyon egyszerű lesz a feladat. Mindegyik kendőbe bele kell lépni
csodálatosan, szépen, teli talpon, úgyhogy jó magasan felhúzzuk a térdünket, jó? Azért kell teli talpra belelépni, mert hogyha netalántán valaki úgy, ahogy az utcán szokott mászkálni, megpróbálja ezt vécsinálni, akkor ez fog történni a csigánknál, hogy tönkre teszi. Tehát nagyon fontos, hogy mindig teli talpra, mindig magasról a térdeket eleresztve, pontosan a kendőnek a kellős közepébe lépünk bele, jó? Hát egyszer megpróbálom megmutatni a feladatot védőháló nélkül, az zenekar segítségével. Jó, kérnénk szépen egy tempós ugrost, jó? Nem gyorsat, de nem is lassút. Szuper! Mivel, hogy csináltunk egy ilyen jó kis csigát, ami akár lehetne még egy úttest is, vagy egy kanyargós kis autópálya, be is mentünk a csigán, és utána ott, ahol nem volt kendő, ott tekertük ki a csigánkat, és gyakorlatilag ugyanolyan egy ilyen kis csigavonalba tudtunk kijönni. Következő feladatban mondjuk, ugye nekem most ezek az én saját kendőim, meghatározott színek vannak, de hogyha ti az óvodába, iskolába használtok óvónéninek, tanítóinek a kendőjét, akkor lehet, hogy másik színűek lesznek. Bármelyik szín ki lehet választani. Én mondjuk most kiválasztom a sötét kék kendőt, csak a sötét kéket, a batikolt kendő nem számít kéknek, a kockás sem számít kéknek, csak az az egy sötét kék. Abból az lesz a feladat, hogy nem szabad belelépni, hanem amikor odaérkezel a sötét kék kendőhöz, akkor a két oldalára lépünk. Jó, de nem csak egyet, hanem mind a kettő oldalán lépünk, jó? Egy, két, há, és. Köszönöm szépen. Úgy láttam, hogy egészen ügyesen csináltam, mert hogy a kendők nem mozdultak el, erősítsétek meg, légy szíves. Szép, nagyon szép munka, köszönöm szépen. Meg is dicsérgetem magamat. Most egy picit nehezítünk a dolgon, mert lépve viszonylag könnyű ezt megcsinálni, de mi történik akkor, hogyha páros lábon kell mindegyikre ugrani? Ugye páros lábon bezárjuk a lábunkat, és az előbb említett térdrugóval próbáljuk meg végigugrani az egészet, jó? És marad ez a kék színű kendő, amikor nem szabad beleugrani, hanem terpezbe ugrunk, tehát nem érinti a lábunk majd a kendőt. Jó? Na, hát ezt is próbáljuk ki. Egy, a kettő, három, négy. Láttátok, a közepétől már mást is csináltam, mert hogy ezeken a kendőkön bármilyen feladatot meg lehet csinálni, és azt is lehet csinálni, hogy két negyedekre ugrunk, vagy folyamatos negyedes lüktetésbe hajtjuk végre a feladatot. Jó, ez mind a ügyesség és a tehetség kérdése. És akkor jön most egy következő feladat. Csenger, kérlek, mondj nekem egy kendőszint. Én ezeket a pirosakat választom. Nagyon jó. Ez számít pirosnak? Ez is pirosnak számít? Igen. Oké. A többi az ne számítson annak. Tehát ez a virágmintás piros és a teljesen piros. Ez a fehér alapú, ez nem számít annak. Jó? Ezt mindig le kell tisztázni, mert már volt olyan kis tanítványom, aki azt mondta nekem erre, hogy rózsaszín, helyett narancssárga, de szerintem piros. Úgyhogy ezt tisztázni kell. Ezekbe egy lábra lehet csak ugrani. Jó? Tehát mindegyik kendő páros láb, kivéve a piros. Ott választhatsz, hogy melyik jobb vagy bal láb, ez egy láb, aztán megint páros, a kék maradjon meg megint a terpesznek. Jó? Tehát ez lesz a feladatunk.
Próbáljuk ki, hát ha nem rontom el. De nem lehet tudni. Egy, két, há, és... Ennek a fejlesztő játéknak, hogy bárhogyan lehet variálni, ha már ügyesebbek a gyerekek, lehet mondani nekik, hogy melyik a jobb láb, melyik a bal, céltudatosan, tehát nem csak azt mondani, hogy egyik valamelyik lábad, vagy lehet beletenni olyat, hogy már nagyon ügyesek, hogy tititázzanak mondjuk ebbe a kékbe, és akkor utána egy lábra kell ugrani, tehát ez bárhogyan lehet variálni. Az is jó benne, hogy bármilyen irányba fel lehet tenni ezt a kendőt, tehát vonalakba, autópályát építünk, kanyargunk, vagy ebbe a csigába. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Én nagyon bízom benne, hogy jót játszottatok, én jól éreztem magamat. Köszönöm szépen, sziasztok! Integessetek vidám arccal!